Sziasztok! Most egy olyan csapathoz viszlek el benneteket, akikhez ritkán járnak vendégek. Inkább ők szoktak házhoz menni. Méghozzá váratlanul. Felszólítás, behatolás és elfogás. Sokan csak ennyit látnak a Merkur bevetési egységből. Pedig higgyétek el, sokkal több a mögötte. Most megismerkedhettek a NAV kommandósaival, persze név nélkül és maszkban. Vágjunk bele! Koronátok a különböző elnevezések, hogy Alfa 1, Alfa 2, Bravo 1, Bravo 2, ezek mit jelentenek, és hogyan jönnek ezek így egymás után? A hívó neveket a műveleti területen azért szoktuk alkalmazni, hogy ne legyen beazonosítható az ember, a személy. Az nagyon rosszul, hogy adná ki magát, hogy egy műveleti területen azt mondom, hogy Józsi bilincseld meg, vagy Géza csináld ezt. Ezért megvannak a hívónevek. Az Alfa az a parancsnok és a helyettes. A Bravo a lövész. A Charlie az egy műszak is. Itt is meg van határozva, hogy ki az elsődleges nyitó, ki a másodlagos. A műszaki az mindig, aki az ajtón bemegy, vagy az ajtót nyitja a többihez. Aki az erőszakos megnyitást csinálja, hajtja végre. A Yankee az a bilincselők. Tehát az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es elnevezés az általában, hogy ki mióta van itt, és mennyit bilincselt, és milyen sajátosságokkal, milyen kompetenciával rendelkezik, milyen tudással rendelkezik. Van olyan valaki, mondjuk reggel választ egyet, hogy én inkább ma ajtót nyitnék, nem bilincselnék? Nem, nincs ilyen, ez nagyon szigorúan le van osztva. Az új csapattagok pozícióját több hónapos kiválasztási folyamat alatt találják meg. Nagyon sok idő és gyakorlás, mire kiderül, ki, miben a legjobb. Nagyon szigorú kiválasztás van, megköveteljük azt, legalább 3 év pénzügyőri. Én jobban szerettem, hogyha a járőröktől jön a jelentkező, már rendelkezik olyan intézkedés taktikai jártassága, olyan intézkedési kultúrával nevelkedik, ami nekünk azért fontos. A kiválasztottak eligazítás után egy egynapos komplex gyakorlaton esnek át. Ha ez sikeres volt, nincs más hátra, mint a pszichikai és a fizikai vizsgálat. Ha ezen átment és alkalmas, akkor egy próba 3 hónap időtartamra befogadjuk, és egy mentor program keretében szépen a kollégát felkészítjük erre a tevékenységre. Az egység fő feladata a veszélyes gazdasági bűnözők elfogása és ártalmatlanítása. Emellett ők biztosítják azt is, hogy a bizonyítékokat ne tudják az elkövetők megsemmisíteni. Ezért van szükség a különböző behatolási technikákra. Mi a különbség egyébként a dinamikus meg a statikus behatolás között? A statikus egy kihívás, kiszólítással történik. Megadjuk az esélyt a célszemélynek, hogy kijöjjön, együttműködjön. A törvény nevében, fegyvertelenül! A lakásban, a házban nincs olyan bizonyíték, ami szükséges. Kimondottan a célszemély, az elkövető kell nekünk. A dinamikusnál erőszakos megnyitással hatol be az egység, és a lehető leggyorsabban történik a realizálás, a célszemély elfogása. És mikor van olyan helyzet, amit láttunk egyébként máskor a NAV-nak a Facebook oldalán is, ezt a videót, amikor menet közben kocsival terelitek ki, vagy fogjátok le, az mindig a helyzet hozza egyébként az élet? A helyzet, illetve a felderítők, amikor azt mondják, hogy olyan esemény, vagy olyan tárgyi eszköz van, ami szükséges azonnal. És tök mindegy, hogy hol van, meg kell ütnünk az embert. Ilyenkor közösen dolgozunk a felderítőkkel. Megcsinálják nekünk az elsődleges zárást, és utána én átveszem az irányítást. Amikor kimondom, hogy ütés, akkor nagyon gyorsan, a lehető leghamarabb az adott gépjárművet rá kell kényszeríteni a megállásra. Nagyon gyors és dinamikus megállításnál az emberünk fel se tudja fogni, hogy mi történik. A Merkur bevetési egység behatoláskor kétféle eszközt használ. A hideg eszköz emberi erővel működik, míg a meleget egy gép működteti. Nézzük meg őket, milyenek is ezek pontosan.
A behatolás során különböző eszközöket szoktunk alkalmazni. Ezek a hidegkörök, ahogy már említetted. Így van, megtörténik a környezettanulmány, a felderítők, illetve a kollégák megnézik a bejárati pontokat, főleg az fő bejárati pont az a ajtó. Megnézik az ajtót és szemrevételezéssel első körben eldöntik, hogy milyen eszközt kell alkalmazni. Ennek a szakterületnek a felelőse a Charlie Team, és ezen belül is a Charlie 2, aki az elsődleges nyitást hajtja végre. Ezek az úgynevezett hidegbehatoló eszközök, ugye ezek azok az eszközök, amiket emberi erővel működtettetünk. Amit megfogtál, az egy 10 kilós kalapács. Annak, ami így különlegessége, hogy ez egy úgynevezett bontó kalapács, hogyha megnézed, egy kicsit ilyen kúposabb ez a része, nem az a hegyes lecsapott, illetve nem vízszintes, hanem függőlegesen helyezkedik el. Ezzel akár falat is, téglafalazatot is lehet bontani. Az a lényeg ennek a kalapácsnak, hogy egy elég masszív fejrésze van, illetve egy viszonylag rövid nyele. Ezeket a kalapácsokat akkor szoktuk használni, hogyha a nyílászáró, ugye jelen esetben az ajtó, nagyon falon van, nagyon pici a folyosó, keskeny, ugye nagyon sok olyan ingatlan létezik, ahol ugye nagyon szűk folyosók vannak, nem lehet úgy odaállni az ajtóhoz. Van a kos, azt szerintem mindenki ismeri, látta már filmekbe. Körülbelül egy olyan 15-20 kiló körül van ez a kos. Egy személyes kos, ugye ez a méretéből is adódik. Erővágókat raktunk még ki, ez ugyanúgy bármelyik otthoni háztartásban megtalálható. Kisebb, nagyobb van belőle, igazából itt, ami a különbség a kettő között, ugye ez az erőkarnak a hossza. Ez egy úgynevezett talpas feszítő, ugye az ajtóknál, rácsoknál szoktuk alkalmazni. Mellé ez mindig van többen, amikor mentek bevetésre, vagy ezeket? Hát ez attól függ, ez inkább egy ilyen hortáska, úgy kell képzelni, mint egy hátizsákot. Ez több dologból áll ez a szett, ez igazából mindegyiknek köze van úgymond egymáshoz. Van, amit önállóan is tudsz használni, de van, ami ugye két-három eszköz is kell hozzá. És a biztonsági ajtó kinyitása az nagyjából számodra mennyi időt vesz? Hát erre így nehéz válaszolni, de... Ilyen másodpercekre beszélünk. Hát másodpercekben azt mondom neked, hogy többnyire ilyen 10 másodpercen belül. Miután végigvettük a hideg eszközöket, jöjjenek a melegbehatolási gépek, amit az egység biztonsága és az akciók sikeressége miatt nem mutathatunk meg teljesen. Van ilyen akkumulátoros feszítő vágó berendezésünk, ezeket nevezzük úgymond már melegbehatoló eszközöknek, ugye ezt hidraulika vagy ugye elektromotor hajtja. Ugye nálunk az egységen belül megvannak ugye a különböző posztok, úgymond feladatok, de mindenkinek kell készségszinten mindent tudni. Ahogy beszélgettem Charlie 2-vel, felmerült bennem a kérdés, hogy vajon a szabadsága alatt is úgy nézi-e az ajtókat és ablakokat, hogy azokat miként lehetne kinyitni. Ha megyek valahova, látok egy szép házat, akkor nyilván megnézem, hogy de szép ablak, de szép ajtó, de az én fejemben ugye ez a történet egy kicsit tovább megy a de szépnél, hanem azért úgy ránézek, hogy mit hova tennék, meg hogy tudnám kinyitni. Ha már itt voltam, kipróbáltam néhány eszközt, és kaptam egy rögtönzött kiképzést is, hogyan nyissak ki egy ajtót kulcs nélkül. Ez a kilincs, ez a zár, és ugye nekünk azt a részt kell eltalálni, ugye ahol az ellenállás van ugye az ajtóba. Lehet ugye magával a kosnak a súlyával is ugye dolgozni, akkor nyilván föntről engeded le, arra figyelsz, hogy ugye lapjával el legyen találva az ajtó. A szememet nem veszem le arról a pontról sose, amit ütök. A behatolási technikák után jöjjön az elfogás. A főszerepben Hádész. A rossz fiút az egyik kiképző kollégánk alakítja, akit megvéd a ruha. Vagy mégsem? Álljon ki a gépjárműből! Na de ezt majd a következő részben, amiben kiderül az is, hogy egyben maradta a kollégán keze. Bemutatjuk még a statikus behatolást, kinyitjuk a fegyverraktárat, és még azt is láthatjátok, hogy ki lő pontosabban. Én, mint szóvivő, vagy a Bravo csapat legjobbjai. Addig is kövessetek minket a közösségi médiában, hamarosan újra jövünk. Ez is a nap. Sziasztok!